Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit. Egészen elképesztő sportvíkend van mögöttünk, és még nagyon sok minden van ezen a héten is előttünk, hála Istennek. Sokat vártunk erre, hiszen itt a pandémia alatt azért volt időszak, amikor gyakorlatilag az utcára sem mehettünk ki, most pedig gyakorlatilag ide jöttek a világsztárok a szánkba, hogyha csak a Giro d'Italiát említem. És nyilván ez az első témánk a mai napon, vendégeimmel, Somos Zoltánnal. Jó estét! Beke Zsomborral. Jó estét kívánok! És hát akit nem kell bemutatni, Horog Lászlóval. Örülünk. Laci, köszönjük! Neked különösen. Minket be kell. Az összes adásban itt vagyunk, de minket be kell. Ki legenda, ki nem. Ha már legenda, amíg nem mondtad ki a Giro nevét, addig azt hittem, hogy az, hogy nagyon sokat vártunk erre, a sztárok, addig azt hittem, arról beszélünk, amit egyébként múlt héten megígértünk a kedves nézőknek, hogy Kaiser Tomi születésnapja van ma. Adásnapon ünnepeljük, azt hittem magadról beszélsz, úgyhogy enged meg, mondanám, hogy az egészséged részod, de ez víz. De nem baj azért, Isten értessen. Köszönöm szépen. Hadd szóljon. De becsempészhettetek volna egy kis pesgőt, vagy valamit. Igen, nem tudja. De finom a médiahatóság mit szólt volna, mind esetre úgy érezheted úgy, hogy azért nem akármilyen tűzijátékkal ünneplik a szülinapodat. Itt két profi országúti kerékpáros verseny közepette, jégkorong világbajnoksággal. Feljutással, igen, erről is beszélünk. Nehéz egyébként szerintem sorrendet fölállítani, hogy hol kell kezdeni, de azt gondolom mégiscsak a Giro d'Italia, ami számomra most az egy dolog, hogy én nagyon régóta követtem, volt egy időszak egyébként, amikor nem követtem a kerékpársportot, amikor ez a nagyon-nagyon mérgezett időszak volt, ez a Lance Armstronggal sújtott, meg olyan Tour de France-szal sújtott időszak, amikor győztes sem tudtak utána végül hirdetni, mert az első tízben nem volt tiszta kerékpáros. Most azért más a helyzet, nincs ennyi botrány, maradjunk annyiban. És ez nem a Tour de France. Ez a Giro d'Italia. De attól még mindegy, tehát a Giro d'Italia ugye a második legnagyobb kerékpáros körverseny, ide jött hozzánk, és ami egyértelmű üzenet számomra, hogy igenis látszik, hogy a magyar ember szereti, imádja a sportot. És hogyha egy ilyet idehoznak, akkor én tudom, hogy itt nincs mindenki meggyőződve arról, hogy ez mekkora tutiság, de hogy hiába csak 6,5 másodperc, amíg itt elszáguldanak, hát a egyéni időfutamnak azért az egészen más volt. Van valami speciális varázs ennek az országúti kerékpárnak, amit lehet, hogy senki nem tudott, amíg most meg nem tapasztalta, mégis mindenki valamennyit tudott róla, mert ott voltak ezek az emberek. Tehát az egészben számomra, aki nem követem egyébként annyira a kerékpár sportot, tényleg a legnagyobb szenzáció az, ahogy ez egy országon átmegy. És ez nem csak Magyarországra igaz, mert látjuk minden évben tényleg a Tournak a közvetítésein is, a Giro közvetítéseken, hogy emberek ezrei őrülnek meg. Tudjuk, hogy vannak, akik napokkal előbb odaérnek egy helyre, hogy tuti biztos helyük legyen azon a ponton, ahol 14 másodpercig aztán látják három nap, nem tudom, vírasztás után elmenni a mezőny. Hát ez általában hegyi szakaszokra igaz, és a túr, a legendás tető a Tourmalet, de ott azért nem csak 14 másodpercig látod. Meg akik rohannak, meg kitalálják ezeket az őrült performanszokat, hogy itt is néztük a két nagy televízió is közvetített, ebből az egyik ugye az európai, amelyik tényleg azért a világ összes pontjára eljutatja ezt a közvetítést, és egy nyilván mindenhol rácsodálkoztak, hogy milyen jó értelembe vett őrültek vannak, akik huszárként vágtatva, vagy dínónak öltözve, vagy mindenféle idióta jelmezekben magukra a figyelmet felhívva, de mégiscsak a karaván miatt ott vannak és megőrülnek érte, és hát akik pedig csak egyszerűen kimennek és kiviszik a gyerekeket, hát itt Fehérváron hihetetlen mi volt. Tehát itt gyakorlatilag a Béla úttól a Móri útig elképesztő mennyiségű ember nézte. A srácok nem látták, mert ők kim voltak a kivilágbajnokságon. Hát igen, ez nálam most kimaradt, bár követtem a fejleményeket, hogy mennyi ember tényleg kiment, meg a huszáros videót is láttam, tehát ez a sportnak, ez a társadalmi összefogó ereje, ez megint megmutatkozott, hogy igenis van rá igény, hogy nemzetközi szintű versenyek vagy sportágak ide jöjjenek, és van is rá érdeklődés, ki is mennek rá az emberek, nyilván segített az is, hogy vannak magyarok a mezőnyben. Szóval szerintem ez itt tényleg a sportünnepe lehetett.
Hát meg az, hogy milyen képeket láttunk egyébként viszont a saját országunkról szerintem a tévéképernyőben. Hajlamos az ember kicsit a sajátját, és ez a magyarokra szerintem kifejezetten jellemző, főleg egy adott rétegre, aki azt mondja, hogy ebben az országban minden rossz, ez nem egy szép ország, dehogyis nem. Hát amikor nézzük a tényleg a Vuelta, vagy egyéb más, tényleg akár a most majd a Giro-nak a különböző közvetítései helyszíneiről a képeket, hogy milyen települések, városok vannak, és elalírunk, és közben megnézzük szerintem ennek a három napnak az összefoglalát, és rájövünk, hogy Székesfehérvár káprázatos, gyönyörű szép Visegrád, tehát Budapest az, hát az egy álom, hát az, amilyen képeket mutattak, tehát tényleg, hogy a parlament, szóval... Hát erre mondták, hogy ugye ez tényleg ez egy megfizethetetlen országimás, persze meg kellett fizetni, és nyilván nem kevés pénz, de hogy valóban, ha mondjuk célzott, kifejezett turisztikai hirdetést egy azzal megbízott ügynökségre bíznak, az nem tudott volna ennyire vonzó és látványos képeket összeállítani, azzal, hogy megy az a nagy karaván, és egy elképesztően színes, sok ezres tömeg áll az út szélén, tehát nem csak a városokat láttuk, hanem ezt a tömeget is. Egyébként, amit Zsombor mondott, hogy voltak magyar versenyzők, ezt nyilván nem lehet mérni, de azt gondolom, hogy az egésznek a felfokozottságát és az ismertségét és az elfogadottságát egyben rettenetesen megdobta Walter Attila tavalyi bravúrja. Nem vagyok benne biztos, hogy akár azok, akik most ott voltak, vagy akik most tudják, hogy miről szól egy Giro, azok mondjuk tavaly ilyenkor még teljesen tisztában voltak vele, de hát aztán egyszer csak jött egy ilyen tényleg nem várt magyar siker, és hát ma már ott integettek a gyerekek, az öregek, mindenki, és Walter Attilát kereste, meg próbált vele kapcsolatba kerülni. Fettereniket, vagy Pár Barnát. Igen, szemkontaktus erejéig, tudtuk, hogy melyik trikóban vannak. Még az operatőr kolléga is mondta, hogy itt ment el előttem a három magyar, tehát hogy így egészen más viszonyulni egy eseményhez, amikor van kinek szurkolni. Hát egyébként a magyar kerékpársport pedig egy egészen sajátságos történetet tudhat maga mögött az elmúlt 20 évben, hiszen volt időszak, amikor nem rendezték meg a Tour de Hongrie sem a magyar körversenyt, nagyon mélyen volt tényleg, úgy kellett összekalapolni rá néhány indulót, és volt egy olyan időszak emellett párhuzamosan, amikor nem tudtad ki a szövetség elnöke verőlegényeket bérelt, lakatot tett az ellenfél, tehát egy nagyon komoly húzós időszak volt ott a 2000-es évek hajnalán, és innét kinőtte magát az, hogy ma gyakorlatilag a világ kerékpár sportjának mondjuk azt mondom, másodvonalában egy meghatározó szereplői vagyunk ezzel a 3-4-5-6 versenyzővel, hogy ott van Dina Marci, akire majd azért a holnap idejét, Csákváró induló és ide érkező Tour de Hongrie első szakaszán is érdemes ezt figyelni, meg ugye ott van Vaskata Blanka. Én egy picit szkeptikus vagyok ezzel az országimás, biztos van hatással, csak az a kérdés, hogy mennyire mérhető, hogy ez megére ennyit. Tehát én a sportok kapcsán úgy kezelem, nem feltétlenül szerencsésen, hogy amiben nincsen gól, az nem annyira érdekes, itt azért gól nincs. Az más kérdés, hogy nyilván az érdeklődésem nekem is megvan, tehát tavaly átmentem Siófokra a Tour de Hongrie gépátvételére, holnap megnézem Csákváron ugyanezt, és nyilván engem is érdekel. Csak én úgy gondolom, hogy ez egy drága mulatság, és aztán jó lenne tudni, hogy valóban a tavalyi szereplés a Walter Attilának rengeteget dobott alatban. A kérdés az, hogy 5.-6. alkalommal is valóban lenne ennyi ember. Az első az mindig más, mindig varázslatos, de az biztos, hogy óriási, tényleg a képeket látva tényleg szenzációs képek voltak, és óriási dolgok azok, hogy tényleg vannak olyan szép, például a Keszthelyi kastély is így ebben a formában, az a kerékpár, amit sétáltak körbe, tényleg nagyon szép volt, aztán a Martonvásári huszárok az egy egészen elképesztő élőkép volt. Korábban a túron láttam, volt egy német úriember, aki ördögnek öltözött, és fizették a rendezők is, és aztán őneki voltak elképesztő ötletei, tehát piros-sárgában félelmetes dolgokat talált ki, és aztán ő kikopott, anyagilag nem volt már olyan helyzetben, hogy tudja vállalni, de az biztos, hogy ezek nagyon színessé teszik ezek a technikai megoldások. Azt nem tudom, hogy ez forintosítható-e, nyilván nem, hogy megírja vagy nem éri meg. Az biztos, hogy a Tour de France és a Giro is ugye tényleg évszázados múltra visszatekintő verseny, és valamikor ez tényleg semmi másról nem szólt, mint hogy megszállott emberek, egyébként mai szemmel nézve kőkorszaki eszközökkel az emberi teljesítőképesség határait súrolták, azért egy régi biciklivel annak idején fölkapaszkodni mondjuk az Alpok meredekjein, vagy végig száguldani
Franciaországon, biztos egy egészen más kihívás volt, de aztán jött ez az új korszak, és tényleg valaki zseniálisan összekapcsolta az árukat, és az történt, ami egyébként a sportban nagyon sok helyen, csak itt még jobban meg lehet csinálni, hogy hozzá kötöttek egy eseményhez, hogy olyan elképesztő marketinget és megjelenítést, ami önmagában eladja. Tehát már nem azért nézed, vagy én azt gondolom, például a magyarországi nézők nagy része nem azért nézte, hogy kinyeri meg a szakaszt, vagy hogy hanyadik lesz Walter Attila, bár szeretünk a magyaroknak szurkolni, hanem azért, ahogy kinézett ez az egész, amilyen elképesztő látvány, és akkor ehhez jön hozzá, ami viszont speciálisan a kerékpársportnak, az országútinak a sajátja, hogy tényleg olyan helyeket látsz, hát te nagy utazó ember vagy. Tehát ha most leülnél, például most kint az adás vezérlőben, mielőtt beültem, néztem éppen a Giro-nak a mai szakaszát, mutatták. Szicíliában vannak. Nem tudom, hol egy kisváros volt kírva, majd meg akarom nézni, és így tátott szájjal bámultam, ilyen gyakorlatilag ilyen klasszicista vagy talán még régebbi középkori kisváros, semmilyen más épület nincs, csak ezek a gyönyörű régi épületek. Olyan szűk macskaköves utca volt is, valami nagy bukás, mert nem féltek el normálisan a sikátorban. Erről a városról én nem hallottam volna, ha most nem nézek bele ebbe a közvetítésbe. És majd rá fogsz keresni a Google Igen. segítségével, és nem tudod, hogy egyébként ugye a világ 170 országában az a 800 millió néző, aki múlt héten végignézte ezt a három napot, ugye péntek, szombat, vasárnap a magyar szakaszokat, hogy hányan keresnek rá Keszthelyre, Székesfehérvárra, vagy csak egy Budapest repülőjáratra, és majd innét bejárni. Ez egy érdekes dolog, és ugye holnap már jön a Tour, vagy a Tour de Hongrie, ugye, ami nagyon magas szinten van most már, hiszen Pro Tour csapatok érkeznek. Most az jutott eszembe még, hogy tényleg egy néhány évtizeddel ezelőtt ez a verseny az olyan szinten volt, meg a magyar kerékpársport is, hogy egy egri befutóra egyszer csak megérkezett a mezőny három irányból. Mert volt egy szökevény csapat, Siófogra is volt valami eltévedés még néhány éve is. Igen, ott de egy helyi gazda úgy gondolta, hogy becsatlakozik. Nem, az időfutam volt, de volt ez a, igen, hogy eltévedt a felvezető motor, és akkor bevárták egybe a mezőnyt. Ez volt, most vagy tavaly előtt, így van. Akkor a felvezető motoros téved el. Érdekes, visszacsatolva, talán 8-10 éve lehetett a Giro, akkor a horvátoknál indult az Isztrián. És láttam a képeket a Pulai Amfiteátrum, ahol már korábban voltam kétszer, de úgy átfutott az agyamon, hogy visszamennék. És aztán nem feltétlenül csak ezért, de visszamentem, és most néztem a magyar képeket, arra gondoltam, hogy mondjuk látják a képeket egy grönlandi halász, gondolja-e azt, hogy a képek láttán el akar jönni Magyarország. És ez a döntő tényező, ha sokan úgy gondolják, akkor megvan az a hozadéka. Ha kevesen, akkor... Hát vagy ha nem is emiatt jön ide, de ha már ide jön, akkor tud már két úti célt, és azt mondja, hogy hát akkor nem csak Budapestet nézem meg a híres hídjaival, hanem akkor megnézem tényleg Keszthelyt, vagy elmegyek Fehérvárra, vagy elmegyek Egerbe adott esetben, vagy amit éppen mutat majd most itt a Tour de Hongrie, egyébként szintén hasonló lesz nyilván. Biztos egy kicsit azért kevésbé lesz illusztratív, mint a Giro volt, de ezt is azért nagyon profin megszervezték. Ugye úgy van megcsinálva, hogy tényleg az ország különböző tájegységeit, látványosságait érintse. Nekünk tök jó, hogy Fehérvár most már visszatérően benne van. És ugye, majd mondtam, holnap jön a túr, ehhez még csak annyit elnék hozzá, hogy akkor már csak ezt a holnapot kell kibírni, kedves fehérváriak, és én azt gondolom, hogy összességében nagyon jól vizsgáztak, úgyhogy le a kalapa, meg jár a pacsi, hogy túlélték itt a végtelen sportos hétvégét a Giro d'Italiával, ugye a toborzó futással, meg a Cerbona Fehérvár félmaratonnal, úgyhogy... De azért olvastad, amikor írta, hogy miért nem a kerékpárúton mennek, azért építették. Hát figyelj! Ez is egy ötlet. Itt láttam, ismerősök videóit elküldték, hát a leghosszabb az 4 másodperc volt, amíg elment nem, a teljes mezőny. Az én videóm több mint 10 másodperc, itt a bíróság utáni kanyar. Tehát volt ilyen is, de a falvakban ott 4 másodperc. És, de hát most mondják ki, a srácok, hogy közvetítésben elhangzott, hogy Zámoljon, ahol Cavendish kerékpár cserélt, ott a buszmegállót Cavendish kerékpárra akarják, vagy buszmegállóvá akarják átnevezni. Óriási. Igen, ez érdekes, hogy tényleg ezért a pár másodpercért, mert egy fél nap, tehát autóval nem mész oda, gyalogolsz, leteszed valahol, figyelsz, hogy más programod ne legyen. Hasonló volt a Baszk maratonon, voltak ilyen érzéseim, hogy nyilván futballmeccs körügyén mentem, de ott voltam. És a maratonon sincs gól, gyerekek! Nincs gól, kicsit az erdélyhozatét, és 4 etióp így. És tehát egy pillanat alatt elrongyoltak mellettem lábbal, és mondták ott a szervezők, hogy ez nem az a csoda, ez a pár másodperc, hanem ők ezt 42 kilométeren keresztül ugyanebben a sebességbe. Tehát itt is az lehetett, hogy ez tényleg egy pillanat alatt lezajlik minden. Ez a, egyébként ez a
Ugye nagyon, nagyon erős marketing fogás, ugye ez a miss out feeling, amikor generálnak benned egy olyan érzés, hogy te ebből nem akarsz kimaradni, vagy kimaradhatsz, és ezáltal te nem akarsz kimaradni. És valahol ezeknek a dolgoknak is ezt hiszem, hogyha tényleg leegyszerűsíted, és végigmentél volna, és megkérdezted volna ezeket az embereket, akik egyébként kínáltak a pályaszélen, hogy egyébként tényleg 6,5 másodperc kezicsókolom, és mit tudom mennyi, tehát hogy elbenzineztél messziről, mert biztos, hogy sokan jöttek messziről, és most tényleg az egyéni időfutamot tegyük félre, akkor lehet, hogyha egy lecsupaszítod, akkor valójában igazad van, csak hogy tényleg ez, hogy részese akarsz lenni, látni akarod a négy etiópot így elszánkázni, ott akarsz lenni, amikor mondjuk világcsúcsot futnak, ott akarsz lenni, amikor Magyarországon először van Giro d'Italia, és persze ott akarsz lenni, amikor a magyar jégkorong válogatott följut az A csoportba. Hoppá! No, és ti ott voltatok, és ez nem csak 6 másodperc, vagy 6,5. Sehol a Manchester United, de ezt ne süljük meg. Igen. Na, urak! Jubjana szét még? Igen, gyönyörű, gyönyörű város. Laci már unja kicsit szerintem. Laci, nem tudom, ugye én kivoltam végig az első meccstől az utolsóig. Fura volt, mert ugye szombaton jutottunk fel, amikor pont a miénknek nem volt meccse. És épp beszéltem ott a szurkolókkal, kollégák, hogy ez a nagy eufórikus érzés, és azért elmaradt, hogy nem a meccsen jutottunk föl, de azért utána az ünneplés be lett pótolva, tehát a csarnok mellett volt a ilyen bemelegítő rész, meg a szurkoli zónának kinevezett ilyen focipálya, és akkor ott tényleg a magyar szurkolók a csapattal tudtak találkozni, és méltó megünnepelni ezt a sikert. Én attól féltem, vagy féltettem egy picit a csapatot, hogy nehogy úgy járjon, mint annak idején a magyar kosárlabda válogatott egy pár évvel ezelőtt. Biztos emlékeztek, hogy azt hiszem a finnekkel meg a portugálokkal voltunk egy csoportban, és a háromfős csoportból egy nem jutott ki az Európa-bajnokságra, és ezek lettünk végül is mi, és úgy mentünk be, hogy tényleg a két hazait, ha hozzuk, akkor tutiság van. És ettől féltem, hogy itt is egyel kevesebb csapat volt, jóval nagyobb volt az esély a főjutásra, ez egy gyengébb világbajnokság is volt, hiszen gyakorlatilag egy éles meccset játszottunk, vagy egy igazán éles meccset játszottunk. Talán kettőt, mert a litvánok, azt a játékosokkal is beszéltük, meglepően jók voltak. Tehát a litvánok azt hiszem télkorát is megverték. Az nagyon látszott, hogy tényleg délkora ellen volt mindenki fókuszban, mindenki oda koncentrált. Ott esélytelen volt az ázsiai csapat, de utána meg úgy valahogy úgy volt a románok, a litvánok elleni meccsában, hogy valahogy megnyerjük, mert hogy azért annyival jobbak vagyunk. Aztán a litvánok ellen ez majdnem nem sikerült, a román meccs már ugye nem volt tétje, de a szlovénok ellen meg igazából hát de most, de hogyha visszamegy, tehát hogyha megállítjuk egy pillanatra az időt, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy két győzelemmel jutott föl a magyar válogatott. Ilyenre soha nem volt példa, hogy ez dobta volna a gép, és én erre próbáltam utalni, hogy én ettől féltettem a csapatot, hogy nyilván ezt előre nem tudtuk, hogy elég a két győzelem, de hogy nehogy esetleg tényleg ez legyen, hogy ez egy olyan terhet rak rájuk, hogy na most innét aztán tényleg Szlovénia mögött föl kell menni, mert ez egy elvárás volt, nem? Valamilyen szinten igen. Laci? Igen. Ez korábban kis túlzás, az egy C-csoportos VB volt, tehát Koreával, Romániával, Litvániával, Magyarországgal, és a szlovénok pedig az A és a B csoport között pendliztek. És most itt a világpolitika az ennyire döntő, hogy lehet, hogy a Sopron is ugyanúgy Euroligát nyert volna, de korán sem biztos, mert ott azért voltak mindig erős orosz csapatok, de ezt most rakjuk külön, és itt azért az orosz és a fehér orosz távollétében azért óriási könnyebbséget jelentett, illetőleg azok a riválisok, hogy egy francia, egy osztrák, egy dán, egy olasz most nincsenek a látókörben, akik vagy általában megvertek, vagy nagyon szoros meccseket játszottunk. Tehát nagyon jól alakult ilyen szempontból, és én egy mérkőzést láttam pénteken a szlovénok ellen, úgy gondoltam, az lesz a legjobb meccs, egyébként jó is volt, aztán egyharmad után elfáradtunk, de az biztos, hogy korábban ennyire könnyen magyar csapat nem jutott fel még a világ elitbe, de mondom, ez egy élethelyzet, aminek nagyon kell örülnünk, és tényleg óriási dolog, hogy ott vagyunk Finnországban. Meg volt nyilván az a veszély, amit Tomi mondott, hogy amikor ennyire egyértelműen esélyes vagy, meg ennyi az elvárás, de hát hál' Istennek, ha valamelyik, akkor a jégkorong csapatot, a jégkorong sportot Magyarországon és a jégkorong válogatottat úgy ismerjük, hogy ők azért ritkán okoznak olyan értelemben csalódást, hogy ne hoznának egy elvárható eredményt. Lehet, hogy kicsit jobban kapunk ki, mint reméltük, lehet, hogy kicsit simábban győzünk, mert annyira jobb, de valahogy ez a sportág és ez a csapat azt a szintet, ahova belüljük őket, mindig tudta hozni. Ez éppen, hogy a legnagyobb ereje a magyar jégkorongnak. Úgyhogy szerintem ez teljesen,
reális volt. Itt most a nagy veszély az egyébként, amire már a Laci is utalt, hogy azért szóba jöhető igazán komoly az átcsoportot legalább alulról súroló rivális nem volt. Egy volt a mezőnyben, az attól kikaptunk. Na, és ezt akar, és ennek most följutunk, és hogy ez nyilván... beározott-e minket? Tehát tulajdonképpen, mert olvastam az első kommentet. Ezért mondom, nem lehet megítélni, mert az, hogy mit játszol Romániában, mit játszol Litvániában, két olyan csapattal, amelyiknél úgy is tudod, hogy jobb vagy, és lehet, hogy azért ilyen az a meccs, mert nem úgy pörögnek a játékosok, vagy nem az van a fejemben. De Szlovéniától kikaptál 5-1-re, azért kérdezem, hogy beáraztak ezzel minket, hogy gyakorlatilag jövőre akkor 0 ponttal megint pottyanunk vissza. Hát nem hiszem, a Volánnak is volt sima veresége a szezonban, aztán kiderült, hogy mégiscsak a... Tehát ez hosszabb távon dől el, de azt nehéz megállapítani, amit mondom, hogy mindig hozza a csapat azt a bizonyos elvárható szintet, hogy mi lesz ez. Nyilván az, hogy óriási csoda lenne bent maradni. Nyilván megint neki mehetünk úgy, hogy minden meccs ajándék, minden meccsnek, de közben azért benne van mégiscsak a szurkolókban, hogy ez már azért nem a szapporói szint, ez már nem is a krakói szint, hanem még azóta olyan sokat fejlődött a csapat, azóta még több játékosunk játszik magas szinten. Lehet, hogy lesz egy kis elvárás, hogy azért küzdjünk meg a bentmaradásért, legyenek szoros meccseink, és nem tudhatjuk, hogy most jelen pillanatban ez mennyire reális elvárás. Szerintem ezt most nem lehet tudni. De egyébként, ami közös, hogy ez jutott eszembe például a Giro d'Italia, meg a Hoki VB között, hogy ugye itt a legnagyobb sztárok a magyar szurkolókról beszéltek, és ugye az A csoportban is általában elképesztő szuperlatívuszokban beszélnek a legnagyobb NHL meg KHL sztárok a magyar szurkolókról. Ti hogy láttátok, megvan még, meg volt még mondjuk Ljubljanában ez a fajta hoki őrület? Tehát majd az A csoportban, ugye ez is hír, hogy Szlovéniával közösen meg is pályázunk ezt a jövő évi rendezést. Hát szerintem a magyar meccsek, ha elnyerjük a rendezés jogát, az biztos, hogy teltházasok lesznek. De megvan, mert én is kíváncsi voltam, hogy kiutaztam, ezért két éve, vagy három éve nem volt VB, de mindig szokott lenni egy 500 fős magam, ki mindenhova megy, és most románok ellen jöttek, a félcsarnok teli volt magyar szurkolókkal. De szlovénok ellen is, tehát majdnem annyi magyar volt ki, mint szlovén. És ugye pont az magyar-szlovén meccs előtt volt egy ilyen flashmob-szerű felvonulás a Ljubljana főterén. Ott is körbe videóztak minket. Hol volt a VB, ahova Szapporóból feljutottunk? Svájcban volt? Svájcban, így van. Hát az elképesztő. Azt valószínűleg soha nem felejtitek el ti sem, és a résztvevő csapatok, hogy gyakorlatilag az egész hoki világ ilyen libabőrös döbbenettel állt a magyar hoki szurka. A hokinak a szurkolói szubkultúrája teljesen más, mint a foci. Én voltam olimpián, ti is láttatok nagy világeseményeket. Laci is volt olimpián, igen, Laci? Hogy a hoki meccsen úgy elnézekedtek az emberek, tök jó, hogy mindenki rajta van a mez, mindenkinek ki van festve az arca, csapkodja a nagy műkezeket, meg mit tudom, de nincs az a kimondott... A mi értelmünkbe vett szurkolás, és kiment oda az a, nem tudom, 2000 vagy valahány magyar szurkoló, a csapatot olykor nagyon megverték, olykor kicsit, és akkora elképesztő szurkolás és a meccs utáni ünneplésben, hogy emlékszem, tényleg kanadai, meg nem tudom milyen világsztárok az interjút visszautasították a meccs után, mondvá, hogy ők most ezt meg akarják nézni. Meg akarták nézni, hogy a vesztes magyar csapat feláll, és a szurkolók zászlóerdő alatt eléneklik a himnuszt, és az ő kezükön futkosott a liba bőr, hogy ő ilyet még nem látott. És ezt mindig megkapjuk, és ez szerintem most is megvan, hogy egyszerűen a Volánnak az utolsó meccse az Salzburg ellen. Az salzburgi játékos mondta azt ott szintén újságírónak, hogy nézd meg, mi nyertünk, és őket ünneplik. Olyan, mintha ők nyertek volna. Abszolút nincsenek hozzászokva ebben, és ez szerintem döbbenetes lenne. De hogy azért ott voltunk mind a ketten a portugál-magyar meccsen, vagy magyar-portugál az EB-n. Portugália nyert, és milyen ünneplést csaptunk a végén. Igen, csak azt mondom, hogy a fociban ismert ez a fajta szurkolói mentalitás, a hokinak okozott ez óriási döbbenetet, és emlékszem, hogy ami nagyon-nagyon visszás volt, ugye arra biztos emlékeztek, nem tudom, melyik VB volt, amikor foci szurkolók kimentek, és volt egy Szlovákia elleni meccs, ahol volt balhé. Mert ők úgy viszonyultak a meccshez és az ellenfélhez, hogy a futball szurkolók szoktak, és a hoki szurkoló közeg vetette ki őket, és az volt felháborodva, hogy oké, hogy ide jöttök meg, hogy szurkolunk, na de hát itt nem arról szól a szurkolás, hogy az ellenfelet utáljuk, meg köpködjük, meg balhézunk. Itt a magyar hoki szurkolás az a mi csapatunknak az ünneplése.
Úgyhogy tényleg egészen különleges dologról van szó. Ez ugyanúgy Klótenben volt, a hosszabbításba kaptunk ki Lubos Bartesko góljával, és akkor a Dunaszerdai futball ultrák találkoztak a mi ultráinkkal, és ők neki mentek a szlovákoknak, és aztán két nappal később volt az ominózus, nem ominózus, egészen feledhetetlen mérkőzés, 9-0-ra kikaptunk Kanadától, majd a sajtótájékoztatóról bemenő kanadai edző mondta, hogy olyan érzése volt, hogy mintha a magyarok nyertek volna 9-0-ra, hiszen őket ünnepelt az egész csarnok. Tehát tényleg ezek varázslatos. A jégkorong megőrizte azt a családias jellegét, hogy végtelen összetartó közösség. Az igaz a volándrukkerekre, igaz a diósgyőriekre, hogy roppant családias, tehát, és nagyon toleránsak a szurkolók, tehát gyenge szereplés esetén is nem követelnek fejeket, tehát a szeretet az tényleg nyomon követhető. Ez szokta is a Tomit zavarni, hogy szegény focistákat mindig ütik, vágják, még hogyha csak kicsivel nyernek is adott esetben, a hokisok bezebig is kaphatnak. És érdekes... azért más az elvárási szint. Tehát, hogy ugye az egésznek más a marketingje. Ugye mi abból indulunk ki fociban, magyarok, hogy Puskás és Albert. És nincs, ez a mai napig nincs a helyén kezelve, hogy mi volt az a szint, és mi van most. És mi az, ami akkor nem volt pénz. Most van pénz, és nyilván mi a helyünkön vagyunk egyébként, egy ekkora ország szerintem az, hogy időnként 30. a világranglistán, időnként 52. az rendben van. A hoki az gyakorlatilag a semmiből. Tehát amikor mi már magyarok nem jutottunk ki, vagy az utolsó VB szereplésünk volt, ugye, és a szovjetek kipofoztak minket, akkor kezdődött valami építkezés kis túlzása, és a semmiből épült föl valami, ami egyébként arányait tekintve, tudom, hogy relativizálva, ezt nem szeretitek, de relativizálva nincs távol a labdarúgástól, és van, amikor egy picit mögötte van amikor egy picit előtte van. Hát ezzel szoktunk sokat vitatkozni. Olykor veszekedni. Ez a műsor is. Vitatkozzunk is, ez a műsor, ez erre van. Én nem ezt látom ebben, és nem a Puskásék és Alberték féle világ sikerekhez viszonyítva. Nagyon magasan van, nagyon magasra került okay, akkor a léc. De az a generáció már nincs, amelyik azt ahhoz viszonyította, tényleg Puskásékhoz viszonyították Albertéket, Albertékhez Törölcsikéket, Nyilasiékhoz Détáriékat, és aztán mentünk egyre lejjebb. Ez már nincs szerintem, aki a hokitól elfogadja a vereséget, azt a befektetett munkát, a sportág fejlődését, a pozitív minták követésén felépített építményt látja. Ma 2021-ben persze máshol van a magyar foci, mint amikor a legmélyebben volt mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt, és akkor nem azért szitta bárki a focistákat, és egyébként őrült meg Ocskaiékért, mert igazságtalanok vagyunk a focival, hanem azért, mert az egyikben trógerséget látott, a másikban meg munkát látott, és sokkal szarabb körülmények között normális eredményeket látott. Aztán most már más egy kicsit a helyzet, ettől függetlenül persze azon mindig lehet vitatkozni, hogy hány nemzetnek van hoki csapata, meg összességében hol van a... Csak ez a két kultúra közti különbségnek szólt szerintem ez a megkülönböztetés mindig. Hát jó. Jó, véget ér a hétvége, ha már foci, akkor véget ér a hétvégén a labdarúgó NB1, és holnap este ugye nem csak a Tour de Hongrie érkezik ide, hanem kiderül, hogy indulhat a nemzetközi kupaporondon majd a Monfehérvár. Nem is, meg lett a negyedik hely. Tehát azért örüljünk, hiszen ebben a műsorban legalább háromszor megbeszéltük, hogy a kiesős ellen kell harcolni. Február környékén. Jóval mélyebbek, de szerintem örüljük ennek a negyedik helynek. És... Ne örüljünk, de... Ja. Csak a rendkedvéért, ugye, hogy holnap ugye Paks Ferencváros Magyar Kupa döntő, és hogyha Ferencváros megnyeri a Magyar Kupát, akkor ugye a Molfehérvár is indult a Konferencia Liga első selejtező körében. Úgyhogy a kérdés, hogy kinek szurkol Laci? Nem szerettem volna felmenni, de Sopron ellen bírjuk a kosármeccset, ami a negyedik helyről dönt, hogy az Alba honnan kezdi pályaönről kezdi a rájátszást. Nem tudom, citálhatom a paksi ügyvezető egy évvel ezelőtti mondatát, Haraszti Zsolt barátomról van szó. Nagyon-nagyon szurkolt a Vidinek, hiszen a Paks akkor negyedik lett a bajnokságban, és amennyiben a Vidót, ha megverte volna az Újpestet, akkor a Paks Konferencia Liga szereplő az új stadionnal. És ő mondta, hogy nem aludt két napig, hogy a Vidi vesztett, biztosra vette mindenki, miután 14-1-es gól különbséggel NB1-es meccseken várta a kupadöntőt, majd 2-0 kikaptunk az Újpestről. Ő azt mondta, hogy két napig nem aludt, annyira szurkolt a Vidinek, hogy a saját csapata kiusson, de aztán rájött, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, mert ő a maga részéről a csapatával hozzátette azt, hogy bravúrral bejöttek abba a pozícióba, ami elég lett volna akkor, hogyha Vidi nem szenved vereséget. És mit mondott tavaly?
Azt mondta, hogy ide tiltálod a tavalyi mondatát. Hát ezt, hogy... Ja, hogy ezt? Egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy nagyon-nagyon a Vidi kikapott, és ezzel a Vidi vereséggel a Paks nem ment ki a nemzetközi kupába. Most szurkolunk a Fradinak, hogy nyerjen ezáltal a Vidi kimehet a nemzetközi porondra. Tehát... Na de te, hiszen tényleg ezer szállal kötődsz ugye Haraszti Zsolthoz, a paksi csapathoz, érdekes, és fehérvári vagy? Így van. Nyilván a Vidolkohoz is kötődöm. Így van, de nyilván de Garancs Istvánhoz annyira nem, mint Haraszti úrhoz. Nagyon tisztelem Garancs István, de velem kicsit más a kapcsolatot. Azt erre próbáltam célozni, hogy... Tehát ő nem vár a stadion bejáratánál, amikor megérkezik Fehérvárra. Még! Laci, még! De az biztos, hogy nem is lesz időm foglalkozni a meccsel, hiszen amikor véget ér a kosármeccs, vége ott mindenek sajtótájékoztató, egyebek, akkor fogom tudni, hogy mi lett a végeredmény, és nem is lesz időm vele foglalkozni. De az biztos, hogy nyilván nagyon szeretném a Vidikinen a nemzetközi porondon, ugyanakkor szurkolok a Paksnak is. De mondjuk ki, hogy a Paks érdemelné meg, tehát ezt én fölvállalom, nem? Tehát, hogyha ha most itt az a kérdés, hogy ki érdemelné meg ebben a szezonban jobban a nemzetközi kupaindulást, a Paks vagy a Fehérvár, akkor a Paks, nem? Hát főleg, hogy melyiknek mit jelent, tehát tényleg az ember mindig hajlamos a kicsinek szurkolni, én legalábbis így vagyok, hogyha nem érzelmileg hozzám kötődő csapatokról van szó. Én egy Fradi Paks kupa döntőben tényleg nem tudok a Ferencvárosnak szurkolni, és nagyon szeretném, hogyha mondjuk ezzel a kisvárossal tényleg megtörténne ez a csoda. Ezzel együtt persze én a Paksot se akarom túlragozni, én nem látok azért ebben akkora nagy durranást, mint sokan beállítják. A megérzésem az, hogy meg fogja lepni a Paksa a Fradit, hogy ez elég lesz-e győzelemre, azt nem tudom, de abban meg egyetértek Tomival, hogyha tényleg megnézzük a klubok lehetősége, imidzse, hagyománya, viszonyrendszerében, akkor a Paks jobban megérdemli azt, hogy elmondhassa magáról, hogy elindult nemzetközi kupában velük, azért ez ritkában esik meg. A MOL Fehérvár meg oda lavírozta magát, hogy most tényleg itt szorítani kell érte, hogy na most akkor a Fradi verje meg a Paks, ez méltatlan szezon volt a Viditől, szerintem így is, úgy is. Igen, érdekes. Paks megletett az asztal egy elég jó szezont a saját. Érdekes a párhuzam a Fehérvár és a Paks között, hogy annak idején Mezei György úgy játszott kupadöntőt, és vesztette ugye el, hogy előtte már lehetett tudni, hogy Mezei György nem folytatja a munkát. Kárió is úgy játszott el a... Kárió is, hogy már akkor ment a pletyka, hogy kijön és ki nem. Igen, akkor miért történt bejelentés? Nem történt bejelentés, de mindenki tudta, igen, de most a hírek szerint Bognár György elköszönt a hétvégén a játékosoktól, mert hogy állítok megy az MTK-hoz ugye, mint sportigazgató. Na ez vajon milyen hatás, hogy mennyire hat a Bognár rossz. Magic, ha van ilyen, a Bognár varázslat erre a csapatra? Hát itt már szerintem nem az edzőért játszik senki, de ez egy nagyon rossz dolog, én azt gondolom, hogy egy csapat életében. Nyilván a fejeket megzavarja, van, aki keserül lesz, van, aki örül, van, aki... Tehát kicsit másra kell fókuszálni. Nagyon jellemző volt, Laci biztos emlékszik rá is, és nem akarom most előhozni bizonyos nációk versenyző meg edző típusaival az averzióimat. Amikor a Kecskeméttel játszott a Vidi kupadöntőt, akkor a kecskemétiek edzője volt az, aki vagy ott a meccs előtti héten, vagy valahol benyögte a sajtóba, hogy Paulo Sousa lesz a Vidi edzője. Tehát ő akkor azt mondta az újságíróknak, hogy mondok egy nevet, Paulo Sousa. És akkor elkezdték ezt megfuttatni, és mint kiderült, ugye Mezei Györgyöt Sousa váltotta. Az ellenfél ügyeibe való és nyilvánvaló, bocsánat, hogy ezt mondom, szarkeverési szándékot, akkor az edző, ugye, akkor mondjuk ki. Tényleg egy ilyen izékeverési szándékkal, kicsit a fejeket összezavarandó, kicsit a saját jól értesültségemet fitoktatandó, tehát ha ez a Bognár Gyuri bejelenti, hogy ő elmegy, az az ő dolga. Eldöntheti, hogy közléje a csapattal most, vagy nem, hogy tisztességes, de ez az ő döntése. De az, hogy az ellenfél edzője kezdje ezzel kapcsolatban a hangulatkeltést, mindegy, ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Paks ezen a kupa döntő nyilván nagyon oda fogja még tenni magát. Aztán Bognár Gyurinek, hogy neki jó-e az MTK-nál, amelyik majd kiesik az NB1-ből, vagy most úgy érzi, hogy váltani kell, azt én nem tudom. Tehát Laci, te beszéltél azóta egyébként, Haraszti Zsolttal, hogy most akkor tényleg mit szólt ehhez? Nincs nem. Elhatalmazva rá a Laci, hogy közöljön. Hát ezt nem, is mondhatja a Laci. A Vidi elleni meccs után, amit 12 perc után 2-0 vezetett a Vidi, és aztán 3-2-re 88-as 91. percben kapott gólokkal elvesztették. Majd utána volt még egy bajnoki, amit szintén megnyertek, és én voltam az Újpest elleni kupa elődöntőn, ahol simán nyertek 3-0-ra, és
felhozta Bognár Györgyöt és bevitte a főszponzor páholyába, és a kettes számú szponzornak a atomerőmű tulajdonosi köréhez is bevitte, és mondta, hogy nincs időm foglalkozni a barátokkal, mert ez most fontos. És akkor kijöttek, és mondja a Zsolt, hogy nyilvánvalóan Gyuri marad. És ezek után én biztosra vettem, hogy Bognár György marad, majd olvastam ezt a hírt, és közben már egy hónapja csiripeltek arról, hogy Bognár György visszatér az MTK-hoz, csak az nekem nem tűnt életszerűnek, hogy egy nagy valószínűséggel MB2-es csapathoz elmegy, pedig Pakson, mondom, nagyon jó körülmények között dolgozhatott, a fia visszatért, tehát épített egy nagyon jó csapatot. A kérdés az, hogy mit kínál neki az MTK. MTK-hoz kötődik, hiszen ott lett élvonalbeli labdarúgó, teljesedett ki, ott kezdte az edzői pályafutását, és még emlékszem az első meccsén Juhászról itt beküldte csatárként. És a Juhászról egy egészen elképesztő gólt fejelt. Tehát a Gyurinak ott vannak emlékei, vannak sikerei, és nem gondoltam, hogy ezt a lépést meghúzza, valószínű megtörténik, hiszen nem véletlenül jelent meg a sajtóban ma délelőtt, de furcsa lesz. Valóban ezek után tényleg egy érdekes helyzet, hogy úgy kupadöntőre készülünk, amikor játékosok tudják, hogy távozik az edző, ha valóban távozik. Itt nem akarok belegondolni ilyenkor, hogy egy vezető mit mond, elmegy az öltözőbe, rendet tesz a fejekbe, nyugalmat kér, közli, hogy semmi nem igaz ebből, hogy pletyka. Nem tudom, ez annyira belső ügy, csak nyilván nincs is az embernek telefonálni joga, hogy kérdezősködjön, hogy most mi is ebből az igazság. Engem azt foglalkoztat, hogy itt van tényleg Bognár György, és tényleg ezt fölépítette egy olyan Paksot, amelyik ez a tipikus, csak egyen rúgjunk többet, mint az ellenfél, nem baj, ha négyet kapunk, című focit, ami egyébként még látványos szórakoztató, most az, hogy mennyire modern az egy dolog, de egyébként nyilvánvalóan összességben eredményes, mert kupadöntőt ér. Miért pont a kupadöntő előtt? Hát ennek lehet azért a sajtó... De az a hír, hogy a Gyuri a hétvégén, a meccs után közölte a játékosokkal, hogy ő megy. Hát előfordult, hogy itt már az öltözőbe bejutott ez a hír, és pont azért, hogy ne legyen ez a bizonytalanság faktor, ő mondta, hogy igen, fiúk, akkor igaz ez a hír, és megyek. Hogy melyik a rosszabb, hogy bizonytalanság, vagy egy-egy fejbe fölmerül, hogy most akkor marad, vagy nem, vagy hogy tudják, hogy nem marad, melyik a jobb, akkor az egy cél érdekében. De figyelj, akkor cél érdekében, hogy megnyerjük a kupadöntőt, akkor legalább nem, arra a három napra nem mondom, azért félreteszek mindent, amit gondolok, és hazudok, és azt mondom, hogy gyerekek, nem igaz, én veletek maradok, majd a kupadöntőt megnyerjük, és az két irányú az utca, értem, de megnyerjük a kupadöntőt. Akkor a hitelességét veszíti a játékosra. Értem, de a cél szentesíti ebben a helyzet, nem szentesíti az eszköz? Nem tudjuk, hogy az öltözőben milyen lehet most a hangulat. Tehát lehet, hogy a többség megnyugszik, hogy azt mondja, Bognár Gyurival dolgoztunk három évet, szép volt, sikeres volt, lehet, hogy nem is lenne baj, ha tanánk, mint ahogy itt és lezárjuk méltán. Tehát az is lehet, hogy... Lehet, hogy egy ilyen hangulata van, tehát nem látunk bele, és intelligens nagykluboknál az öltözőben nem megy ki semmi. Itt se véletlen, hogy ez kiment, illetőleg, hogy ezt kommunikálták. Mint ahogy annak idén a Tomislav Szivics kezdte valóban, hogy, és a Kovács Feri bácsi jelentette be a döntő előtt egy nappal, hogy igen, valóban, és elé megyünk a pletykáknak. Ott is valószínűleg az öltözőben történhetett valami, amiatt a tiszteletben elnök Kovács Feri bácsi úgy gondolta, hogy ő lép ki a nyilvánosság elé. Azon gondolkodtam, de aztán nem került ez szóba, amikor találkoztam vele, elfelejtettem megkérdezni, meg akartam kérdezni, hogy miért ő, és miért így kommunikálták. De ott nem tudjuk a belső helyzetet, hogy mint ahogy nagyon sokszor kifele kívülállóként furcsának tűnik, és nem is logikus, ami elhangzik, vagy amit kijelentenek. Csak igazából, ami az öltöző falain belül zajlik, az azért benne kell, hogy maradjon. Nagyon sokszor előfordul ez, és egyébként jóval nagyobb és profibb körülmények közt élő kluboknál is. Most direkt nem fogunk megint manchesterezni, mert talán ezt az adást megússzuk nélküle. De hát, negyedszer mondott ki a csapat nevét. De hát te is tudod, hogy ott is ez volt a történet, hogy már rég leírták, hogy ki lesz a következő edző, miközben most van egy, aki ilyen idéglenes, de közben majd a következőnek a főnöke lesz. Tehát ezek ilyen simán megtörténnek dolgok. Ez egy érdekes kérdés, hogy a következőnek a főnöke lesz, és majd amikor beszól neki, vagy szól valamiért, akkor majd azt mondja, Ten Hag rá nyitnak, hogy te figyelj, Brighton, Manchester 4-0, szerintem Csituka van. Tehát, hogy ezek... láttam, jaj, te értesz hozzá. De nem, de most ebből a fél, ezután a fél év után kinek kellett tanácsadónak a Rágnyik szegény, aki nyilván egy zseniás koponya, de megbukott. Osztrák szövetségi kapitány. Ez egy dolog, de Manchesterben ő tanácsadó marad. Eleve ott beszéltük a múltkori adásban, hogy azért Alex Ferguson öröksége azért agyonnyomta David Moyes-ot, agyonnyomta Van Gaalt, agyonnyomta Mourinho-t, nem gyenge edzőkről beszélünk.
ott az a fajta autokratikus vezetés, ami működött Ferguson alatt, aki mögött tudta Glazer családot, tehát a tisztelet és a korábbi 25 év eredményi kapcsán, az őt következő edzőket valószínűleg a tulajdonosi kör sem tisztelte annyira, és a szurkolók sem, miután az eredmények ezen a szinten már elmaradtak. Hát meg ez az idióta szabad kezet kapott, ez az Ed Woodward, ugye sok szempontból. Na mindegy, na, hát csak beszéltünk. Szóba került a kosárlabda is. Pár perc van már csak az adásból. Holnap ugye fontos bajnoki mérkőzés. Mennyire fontos? Hát a pályáról szempontjából fontos. Nem volt ilyen még egyébként, nagyon érdekes, hogy alakulhatott volna ez úgy, hogy most a harmadik helyért játszik az Alba, és szerintem így a középszakasz alapján jó lehet, tényleg volt csúnya vereség is, meg voltak tök jó meccsek, de még akár reális is lehetett volna. Hát sajnos a középszakasznak a komolyságát kicsit aláásta az, hogy egyrészt volt két csapat, amelyik gyakorlatilag bebiztosította a helyét, tehát se a Falkos, se a Szolnok nem játszott olyan intenzitással, megtehette ugye, hogy sérülteket pihentetett, stb. A Szolnok esetében nekünk ez még jól is jött, bár így is egy nagyon szép fordítás volt, amit ugye most bemutatott ellenük az Alba, de például előtte a Körmen nem tudta őket így megverni. Ha a Körmen nem verte volna meg most ugye a hétvégén a Falkót, akkor most az Alba a harmadik helyért játszana, és a Körmen láttuk, hogy azért tud nagyon gyenge is lenni. De ez így egy nagyon különleges lesz, hogy úgy játszik a Fehérvár a Sopronnal, hogy pontosan tudja, hogy egy hét múlva megint vele játszik, és aztán lehet, hogy majd még négyszer. Az a nem mindegy, hogy majd el kell utazni háromszor Sopronba, vagy a Sopronnak kell idejönnie. Úgyhogy hát megunni piszkosul megfogják egymást, az biztos, meg lehet, hogy mi is egy kicsit, hogy Alba Sopron van. De az idei formánk alapján kell nekünk ez a pálya erős, srácok, de most tényleg, tehát itt kell ezért küzdeni? Hazai közönség előtt kezdeni és adott esetben befejezni, az mindenképpen könnyebbség. Érdekes a Paks de Fradi... alapvetően igaz. De hát ebben a szezonban azért láttuk azt, hogy ez a csapat elmegy idegenbe, bárkit megver, és hazai pályán hát megy, bárkit ókik. Az alapszakaszban szerintem rosszabb volt a hazai mérleg, mint az idegenbeli. Azóta azért voltak jó meccsek itthon, meg itt azért lehetett érezni egy Szolnok és egy Körmend ellen, hogy felszívja magát a csapat, egészen más mentalitással játszik. Megverték úgy a Körmendet, hogy tényleg azt mondtam, hogy a szezon legjobb játéka volt, és utána elmentek Szombathelyre, és gyakorlatilag feltett kézzel kitűzték a fehér zászlót az ötödik percben. Ugyanaz a csapat, és tényleg az van, ilyenkor beszélsz játékossal, és elismeri, hogy hát nem is az, hogy nem érdekelt őket, de hogy tök más. Tudták, hogy nincs igazi tétje, nem. Itthon ezt nem engedi meg magának egy csapat. Nyilván bevétel is van egyet, több azért, az sem elhanyagolható, úgyhogy nyerje csak meg az Alba, és hát aztán más kérdés, hogy ezzel a Sopronnal akármilyen szereposztásban, vagy akármilyen pályaválasztás mellett, szerintem nagyon izgalmas meccseket fog játszani, mert ez egy ilyen hasonló kaliberű csapat, legalábbis az eddigi szezon alapján mondjuk volt nekik nagyon jó, meg nagyon rossz szériájuk is. Érdekes, ez belekezdtem, hogy a legutóbbi Paks Fradi foci meccsen oda jött a paksi masszőr, Dongo, aki válogatott masszőr, és mondja, hogy ti a Kecskeméttel fogtok játszani. És úgy nem nagyon értettem, azt mondja, hogy a paksi gyerekek kiszámolták, hogy ők megverik a Pécset és bennmaradnak, tehát nekik már jó a szezon, és mi pedig bejövünk a harmadik helyre, mert azt mondja, megnyeritek, ahogy megnyertük a Szolnok elleni meccset, aztán azt mondja, szeretnite nyerünk holnap is, és ők úgy számoltak, hogy a Körmen nem veri meg a Falkot, és onnantól kezdve a mi meccsünk már a harmadik hely szempontjából nem számít, és amit a paksiak kitaláltak, hogy azzal, hogy a Kecskemét megnyeri a Kaposvárt idegenbe, tehát a Kecskemét momentán hatodik, de nekik több meccsük nincs, és múlik a hatodik hely azon, hogy az oroszlány mit játszik a Kaposvárral, de jelen állás szerint valóban, hogyha minden a papírforma szerint alakult volna, akkor lett volna egy Alba Kecskemét, aminek örültem volna nagyon, de hát ez a Sopron is érdekes, még úgy is, hogy kétszer játszottunk úgy, hogy a szezonban kétszer kikaptunk tőlük, tehát először nyertünk ott 95-72-re, de Jámihevc utolsó idegenbeli meccse volt, ott magabiztosan nyertek, nem sokkal később ők megváltak Zunis Branislavtól, és aztán kikaptunk februárban itthon, 83-80-ra, majd kikaptunk április 20-án szintén Sopronban, az egy sima meccs volt. Tehát ha úgy tetszik, az egymás ellen eredményben 2-1-re jobbak, viszont akkor a többiek elleni rivalizálásból az derült ki, hogy mi igazából jobban állunk két győzelemmel,
Tehát nagyon bízom benne. Én úgy gondolom, hogy van jelentősége, hogy hogy kezd, de nem minden dönt el, de jó hazai magabiztos győzelemmel elmenni idegenbe a második meccse szerintem az lélektani előnyt jelent a korábbi győztesnek. Hát a kiegyensúlyozottsághoz annyit a párasztok, amit a Laci mondott itt tényleg gyakorlatilag pontszerzőkre felsorolva az egészet, hogy ha az Alba legyőzi a Sopront, akkor a két csapat négy meccsén 2-2-re fognak állni, és azért van az Alba előbb, mert az összesített, ennek a négy meccsnek az összesített pont különbsége neki kedvez. De ha csak egy ponttal is kikapunk holnap, akkor már a Sopron több ponttal előttünk van. Úgyhogy tök kiegyenlített, teljesen kiegyenlített. Én nem lettem volna nyugodt egyébként a Kecskemét ellen sem, mert a Kecskemét hajlamos minket megtréfálni. A Kecskeméten is döntő lett volna a pályára, hogy szerintem azért az fontos, velünk különösen fontos, hogy itthon azért valószínűleg mi nyertünk volna. És ott... Na mindegy, hát szurkoljuk ki. És a legfontosabb az, hogy Lacinak így holnap lesz ideje figyelni, hogy most akkor a fehérvári érdek, vagy a barátság, tehát a... Nyilván fehérváriként azért nem bánnám, hogyha... De én megértelek. Én már vizionálom a konferencia ligában, hogy mi is játszunk jövőre az AS Rómával. Tehát ezt már látom magam előtt. Hát legyen így, uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk majd legközelebb is, ahogy önökkel is. Ez volt már a kezdőkör, ezzel a műsorra legközelebb, de egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! Game.